beköszöntem volna olyan szívesen, hogy köszöntök mindenkit az utolsó részben, de nem vagyok benne biztos, hogy... Ah, meg is halt a csávó. Ó, boy, hát rip. Szavasz, Anaya, ma jó volt veled. Hát tényleg, amilyen szinten ment ez a Shigekichi of the Red Guard fight az előző részben, én nem mernék mérget venni arra, hogy a Demon of Hatred annyira jól fog menni, bár a Genichiro Ishin párost is őt összevetve a démonért aggódok. Kevésbé oké, hogy három fészes és egy endurance fight az egész, de mégiscsak ott van ellene a Malcontent, meg úgy valamennyire ismerem a gúgyait, és hát valamennyire még emlékszek rána. Volt okos dolog. Azt hittem majdnem beleugrok a tűzbe megint. Gachin Sugar okosan ide rakja a játék, hogy használt faszkalap, használt. Itt viszont... Ha minden igaz, akkor itt tudok egy kicsikét stealthy boy lenni. Itt mondjuk eljövök erre, és itt pedig... Nem. Még mindig azt mondom, hogy ezek indokolatlanul sokat sebeznek. Meg tényleg az van, hogy annyira tömzsik, hogy egyszerűen nem látod az atakokat. Nálam legalábbis ez permanensen előjön, de kurva jó. Ez olyan támadás volt, azt mondja, hogy grab. Nagyon jó. Na jó, inkább te. Jó, jó tudni, hogy ilyet is tudnak ezek. Jó tudni. Ilyen charm lesz, itt ez így már vicces. De szemfüles itt ma mindenki. Csak ámulok és bámulok. For real. Aha, és még ott egy csomó ilyen kis tömzsi. Egy egész köcsögőrjárat. Szóval... Hogy mondjam? Itt így erre azt hiszem el tudunk jönni. Ezt eltettük legalább láb alól. Igen, egy ilyen megbilincselt ogrét itt így szoktak sétáltatni, mert az vicces. Ki vett észre, és hol?
Jaj, ne. Baszki, amúgy már is a démonnál vagyunk. Sasszemű mindenki. Jó, akkor egy kicsikét... Máshogy nyomjuk az egészet, akkor hát megyünk ide. Hú, bazd meg! Igen, ezt itt már a démon csinálta. Ti meg itt lent miért nem segítettek ott a haverotokon? Na, jó, konzisztens az is. Lootot azért itt fel akarom szedni, biztos, hogy vannak itt jó alapanyagok. Nem kockáztatni. Lamp of Gravex. Na, ilyet talán pont kerestem is, azt hiszem. Nincsenek sokan egyébként. Ja, hogy az a kardos, amelyik ott állt, az vett elő a seggéből még egy ilyen rifle-t. Jó multifunkciósak ezek a srácok, maradjunk annyiban. Bullshit inkonzisztens hyper armor. Nem baj, legalább kiismerjük. Kemények. 5600 coin. Jesus fucking Christ. Fulminated Mercury. Mi maradt még? Hát esetleg ott azt megnézhetjük. Ó, oh, még egy úriembert elhagytunk. Százakat, Jézusom. Jó, oké. Szerintem mondhatjuk azt, hogy itt megvagyunk. Itt éppenséggel csak tovább kell mennünk, aktiválni az itteni idolt, ami teleportáltat minket a démonnak az arénájába. Karomnyomok. Everything was burning fires. Howling.
Szavasz, öreg barátom! Jó is az a fight, nagyon. Démont azt szeretjük. Mondjuk egy kicsikét az van, hogy aztán nem már mondtam korábban, hogy inkább illik egy ilyen kaliberű boss, egy ilyen nagy szőrös beast a Bloodborne-ba, mint ide. Mondjuk tekintve, hogy Oni ezért ezt elnézzük. De nála is jó többféle taktika. Lehet blokkolni a támadásait, lehet dodzsolni a támadásait, és hát blokkolni, deflektelni malkon. Tehát én a biztonság kedvére a Suzaku's Umbrella-t is berakom, de... Úgyhogy csak a malkontentót fogjuk használni. Lapisból hogy állunk? Melyiket kéne? 7 Gravex, hát mondjuk ezt lehet nem kellett volna. Igen. Mindegy. Centroval ráérhetünk szerintem a Lazulite Shuriken. Nem tudom, hogy mennyivel erősebb, mint a sima Gouging Tapsóval. Az X meg a Flame az, amit én elsődlegesen meg akarok csinálni, szóval... Szóval egyelőre most hagyjuk. A... Tényleg a pénz az, ami egy kicsikét... aggaszt. Mondjuk, ha más nem, akkor tudok venni konfettit. Démonhoz úgy is szeretem használni. Ezt is megvehetjük. Na jó. Mire van szükségünk oda? Hát... Sugart fogok használni egyébként, mert a Spirit Emblemek azok fognak kelleni a Malcontentre, ugye háromszor fogjuk használni, a maradékból meg akkor szuzakuzunk. A Chimonji is jó lesz a plusz posture damage miatt. Meg a Sugar amúgy is tovább tart, mint a Spirit Fall. Tudunk még venni egyébként? Sajnos nem. Hát mindegy, hát nyomjuk a démont aztán. Ezt, ami lesz. Én azt szoktam csinálni, hogy Phase 1-ben még ott vannak a legegyszerűbb támadásai. És hát ott csinálja az alap arzenált. Ez itt szerintem már nem is elérhető. Igen, ez... Igen, ezek már itt nem is lesznek elérhetőek konkrétan. Ez se... Flames of Hatred, igen. Phase 2-be szoktam ugye egyet elnyomni, akkor már azért vannak újabb kombói Phase 3-ban, amikor már csinálja a kis tűzgyűrű sweepet. Az a legmocskosabb féze. Oda szoktam meghagyni a maradék két malkontentet, mert ugye a harmadik már alapvetően nem olyan hatékony, szóval... Ezt nyomjuk újra, ez így kurvára bezavart, hogy most még ott van a... Mi a neve is? Minimob meg ilyesmi, hát első halál megvan. Megvárom, amíg kinyírja ott azokat. Ezek aztán úgyse termelődnek újra. Már nincs elkúrókot, ugye? Úgy néz ki. Durva ez a kabuki póz, amit itt fölvesz ilyenkor. Au. Na, már ez a basic move-val eltalál akkor. Az meg. Nagyon jó kezdek.
Aha, megvan ez a kombó is már. Ez nincs meg viszont. Ez egy sweep, igen, jó, oké. Okay. Mindjárt visszajön majd. Most már nem divine confettizok addig, amíg egy... Ezt általában ki tudtam kerülni mindig. Lehet túl messze vagyok, az a baj. Jó, amíg most ismerkedek vele, addig inkább nem nyomok semmit, aztán... Ugrottam már! Bazd meg! Nyomom a jumpot és megint nem adja be az inputot ez a fós játék. Itt meg nyomom a deflectet. Jó, ezt kezdem előről. Nem veszi be az inputjaimat az a szar, ezzel nem tudok mit csinálni. Faszomat, bazd meg. Meg még mindig túl új lenne a kontroller. Pedig már azért gyűrtem egy kicsit. Ah. Itt az a lényeg, hogy nagyon gyorsan húkoljatok oda. Nagyon-nagyon gyorsan húkoljatok oda. Hiszem el, hogy ezt a szart permanensen beszívom. Jó, leszarom én ezt a kezem előről valahányszor ezzel elkap. Ha már ennyire az elején elbaszom, akkor nincs értelme már az öreknek, meg ilyesminek. Ezt korábban mindig ki tudtam kerülni. Erre például jó lenne a Suzaku, de... idegesít, hogy... nem vagyok hozzá elég közel. Deflected. Semmi input. De már nyomom megint a jumpot, vagy az... ismerkedek vele. Mindig. Jó, most már egy resurrectet elnyomhatunk, hát. Ah, itt túl korán csinálom. Későn volt, az az én hibám volt. És azt megint nem tudom eltalálni. Eltalálni.
még nem divine konfettizek meg semmi. Ja, eddig ilyenkor csapkodhatjuk amúgy. Az meg erre nem is emlékeztem. Pedig a levegőben voltam. De igen, itt tudtam, hogy a sweep után ezt csinálja, azért is akartam ugrani. Korán ugrottam lehet. Nem baj, jó lesz ez, jó lesz ez. Kabuki póz, amiket nyomat ez. Igen, elég messze, túl messze voltam tőle. Ah, ezt mindig nem időzítem jól. Itt miért akartam ugrani? Megint csinálom az ugrást, és ennyire szerencsétlen vagyok a frame-eknek az elkapásával. Sokkal jobban állok azért. Na jó. Most már. Ettől félek. Nem akarok a sarokban küzdeni veled. Bazd meg! Csinálta azért. Basz meg.
Phase 3. Ezt csinálja csak meg így magának. Nem akarunk ebbe a tűzgyűrűbe belekerülni. Időnként így ezeket még csinálgathatja, ezeket a támadásokat. Au. Halljátok? Ez már kurvára, de nem olyan hatékony. Kapuki póz megint. Oda-vissza csinálja most már. Ez de gáz volt. Ú, de bebételt. Pedig azt hittem, hogy most már elég közel vagyok. Na nem baj, eljutottam Phase 3-ig. Meg lesz ez, meg lesz ez, meg lesz ez. Feltétlen kell semmi. Még. De kidodzsoltam, haver. Ja, amikor így hátra megy, akkor így... De mi? Bazd meg! Átugrom, és egy helybe ott ragadok a levegőbe, valami miatt ezért elkap. Very érdekes indít, bazd meg. Nem szeretem általában ezeket a szarságot abuse-olni, hogy a kamera kezelés hibája volt, meg stb. De ott most tényleg bazd meg elakadtam valamiben. Szentség faszát.
deflected, de ez lehet megint az Ichimonji lassúsága volt inkább. Ah, Phase 3. Bazd meg a tűzgyűrűdet. De azért még közel jött hozzánk, hogy... Ugrottam, bazd meg! Tényleg te ilyet is tudsz? Jó van! Jó van! Oh, Projective Force-ot akartam. Aha! Ez érdekes volt! A démonunk. Jó van. Nem tudom, hogy a mai napig benne van az a cheese a játékban. Vagy cheese? Ez egy faszom glitch, hogy nagy nehezen ott fölugrasz az egyik toronyra, kiszaladsz ugye a pálya szélére, és ki fog majd esni a pályáról. Hát azért ilyet én nem nagyon szeretek csinálni tényleg, tehát hogy jó, persze, hogyha be lehet pressurelni egy ellenfelet, egy kis cheese belevinni néha, mint például az Old Father-t múltkor, de glitcheltetném ki így a pályáról. Ma alapvetően nem szar vele küzdeni egyébként, látjátok. Viszont ez a vége ott kurva érdekes volt, hogy ugrottam és akkor hirtelen lemegy a HP-nak a nagy része, na mindegy. Na, Ishinhez meg Genichirohoz úgy mi kéne igazság szerint? Hát én ugye a High Monkot szeretem használni Sweep Counterre, de az Ichimonji se rossz egyébként. Pölit. Hát én ezért szoktam használni akkor a Mist Raven-t a végén a Lightning Reversal-ra. Akkor... mi a nevét? Az X-et, hogy ugye interruptoljak vele olyan támadásokat, amiket normál esetben ugye nem tudnék, mint például a Mortal Blade és Charge, meg ilyenek. Harmadiknak meg hát... tudja faszom, Firecracker, mondjuk. Tak, Acquire Skills. Mider Prosthetic Tool, Mider Combat Arts. Jó, oké. Okay. Akkor most már csak ez a... Mi a fasz van most? Ennyit arról, hogy fény évente van hiba. És ha visszatöltötte volna a játék a démont, az mekkora lett volna már. De úgy ott van az idol, és akkor cserébe ott van a másik. Jó. Itt még annyit tudunk csinálni, hogy a banyerről tudunk beszélni. Mert sok értelme nincsen, inkább csak a lootér jövök. Gravex az jó. Van, mikor egyébként tudjuk, hogy a Sculptor volt a démon. Majd annak utána olvasok, hogy mikor pedig... Mi?
Ja, igen, tehát most utalt arra, hogy akár mi is átvehetjük a Skullport-nak a helyét konkrétan. Igazság szerint, hogyha a Severance Sendinget választjuk, akkor így is lesz. Na de... És innen meg ezekkel megleszünk. Azért ő nem akkora HP tank, mint a... Démon. Szóval, gyakorlatilag... Jöhet a végjáték. Hogyha azt nézzük. Ugye ennek a boss fightnak az hátránya, hogyha Isintől kikapsz, akkor Genichirót is mindig le kell majd szedni az elején. Mondjuk csak egy fézes, csak ő is egy elég ilyen. Á, te itt még mindig élsz? Jó van. Akkor bazd meg. Tehát, hogy Genichirónak csak egy féze van, ugye ez a Way of Tomoe cucc. Viszont ő eléggé úgy működik, hogy vagy tényleg benne vagy a ritmusba és leszeded no hitre, vagy utána ugyanazt az egy szart fogja ismételgetni, amíg meg nem öl. Sweep grab, sweep grab. Tehát ha már nála healelnem kell egynél többször, akkor az már úgy nem igazán szokott tetszeni. De aki esetleg most akarja meg platinázni a játékot, majd akkor mutatom, hogy mit kell csinálni, hogyha Isshin meghalt. Ha fogadjuk ebbe a részben, nem fogom tudni megcsinálni. Bár tudjátok mit, akkor ezt elnyújtom, egy kicsit nagy dolog. Na. Secret passage key used. Okker. Mondjuk éppenség a Spirit Emblemből az Akos Sugar, az mehet majd Spirit Fall. Genichiro megsebezte a másik Mortal Blade-tel. Shinobi of the Divine Air, we meet again. Behold, the second. If you think you can change Ashina's fate with such a thing, you are mistaken. Wolf, no one has the right to the dragon's heritage. It is no one's to bear. Van másik út, öcsém. Kerestem kettőt is. Erről szólt az egész playthrough. Igen, már konkrétan ez egy ilyen trilógia összecsapás. Yes. Let's finish this. Na látjátok? Igen. Ezt mondom. Végül csak egyet kellett hílálni. De látod? Egyébként ott van a pressure nála is. Két nyíl, mi az első reakciót? Hátradodge, pont elébe fog verni a mortal. Most az az utolsó kívánsága, hogy Ashina életben maradjon, túlélje, és azt hogyan lehet, hogyha is hint a csúcsformájába.
visszahozza. Egyfajta ilyen fura démonkét, vagy nem tudom. Milyen szép szakmunkás bajsza volt neki is. Egy csávó előmászik egy másik csávó nyakából. Nincs is semmi látnivaló. Isin. Sword Saint, bazd meg. Azt előhúzza a Glockot, meg a Spirit a seggéből, geci. Még mindig annyira jó. Annyira jó. Na. Neved lettem, mint egy búváruhát. És ez nagyon ikonikus, hogy... Ami azt jelenti, Sekiro, hogy el kell pusztítsalak. Asina Cross. Így lehet kikerülni. Baszd meg. Ennek hogy bedőlök mindig a kurva életbe? Mondod, akkor biztos úgy van. Nem is láttam semmit. Korán ugrottam. Pedig milyen jól ment. Ó, bazd meg. No, mindegy. De valahogy így kéne. Ezek a power move-jai, amikor így köröz egyet a kis izéjével. Kitolok valami skillt. Nem mentett el ez a szar. Akkor kikresselt a game. Na de, szóval így kéne valahogy. Phase 3 ugyanaz, mint a 2, annyi, hogy időnként Lightning Reversal-oz, de hát azt meg elkapjuk Mr. Ravennel, aztán cső. Na. Oké. Okay. Szavasz. Elmondtad a promódat. Kösz. Jó, újra. Ez úgy szar lesz, hogy... Hülye fasz. Haha, nincs mit vesztenem. De, 180 XP-t. Lebaszhatjuk az akkót. Na, szevasz, húzzá innen, köszönjük. Thank you.
De honnan szedi elő azt a Spirit? Glockos kurva anyádat, te vég fasz. Viccel a papper. Kurvára nem. Sweepet csinál a... De nehezen adod magad, fater! Az meg. Ne! Pedig ez meg lett volna. De az milyen erengé volt, az háromszor egymás után elnyomja ugyanazt a szart. Cool. Nagyon cool. Mindegy. És pont fordítva jött be, amit mondtam. Isinre emlékszem jobban, mint a démonra. De azért itt is látod az, hogy egyszer kijössz a ritmusból, aztán bazd meg, nem fog békén hagyni. Nem. Mi volt az elsődleges reakcióm? Roll. Ez vad kombó volt. Nem már. Jó, ezt kezdem előről. Az az első vombókomb, amit lenyomott rajtam, az most itt kajak nem rémlik, hogy ez ilyet mikor kaptam tőle, vagy ilyesmi. De általában igen, Ichimon Gizzi szokott ezt a fordulós Dragon Flash szokta, akkor Quick Draw Sweep.
szúrás, általában ennyi, ennyit szokott az öreg. Van fogmába a pofád. Ja igen, csinál belőle egy másodikat, mert miért ne? Mert az vicces. Tényleg innen is szoktál kirézni. Mi volt? Istenem és bazd meg, mint ribanc a faszra, geci, úgy jön. Hyper armor. Ó, szopjál már faszba az meg a kibaszott kurva glokkoddal, te nyomorék. Jó, én ezt meguntam, bazd meg. Valahányszor hílelek, hirtelen minden boss 400-ig úgy nyom. Jó, leszarom. Fasság úgy, ahogy van. Addig meg mindegyik egy menekülős pacifista nyomorék, geci. Egyszer hílelek, egyszer, hirtelen mindegyik turbósebességre kapcsol. Valós. Amúgy a negyedik unseen-edet kapom egy húzomba, pont amikor megint nincs mit vesztenem. Érdekes. De igenis engedni fogod. Befogod a popád és engedni fogod kurvára. Idáig nincs is semmi gond, amúgy.
ezután még nem csinálta egyből. Basz meg. Há, ez egy vicc. Láttátok, hogy azóta nem jutottam még el a kurva hírig, mert ez a nyomorult gyorsabb állandóan? Bazd meg most, meg miért nem sikerül ugyanúgy ez a kurva ugrás? Az Isten bassza meg ezt a szart komolyan. Ezt mondom, szaros RNG faktor az egész játék. Ugyanúgy csinálom, mint az előbb, és most nem ugrik rá a melkasára. Kösz. Bírom, amikor ezen múlik. Na ez például kurvára nem az én hibám volt. És az ötödik unseen-ét. Nem volt ez most önismétlő egy kicsit sem. Soha nem csinált még ilyet! Erre viszont emlékszem. Erre élénken emlékszem. Soha nem csinált még ilyet, mint az a izé. Támadással van. Rossz vicc, bazd meg. Ez egy kibaszott rossz szánalmas szar vicc. Amit csak azt hiszel, akinek az igő a két számjegyű, bazd meg, vagy nem tudom. Mi a faszom? Nevetséges. Ezen már rég túl kellene lennem. Ezen már rég kurvára túl kellene lennem, már nem itt kéne tartanom. Megint nem sikerül úgy, pedig ugyanúgy csinálom, mint az előbb. Megint ugyanúgy csinálom, mint máskor, és most nem.
Leszarom, leszarom. Nem tudom, hogy újabban most miért csinálja ilyen sűrűn ezt a Lightning Reversal-t, korábban sose csinálta ilyen sűrűn. Tényleg nem tudom. Olyan se volt még, hogy kétszer egymás után, legalábbis nem emlékszem rá. Az a Phase 2 ezzel most nagyon meggyűlt a bajom. Egyszer hibázok, bazd meg. Vagy tévedek egy frémet, és ennyi. Aztán meg nem tudsz healelni, mert persze megint úgy fog elkapni, hát... Tipik szószos szemét loop. Na. És itt most egyébként a Dragon Flash 24 000. Divine Air Gauntlet of Strength, Severance. Kettő nyírt ki. Na, itt hogyha egyébként valaki most meg akarja csinálni mind a három endinget, akkor mutatom, hogy mit kell tennie. Itt most ugye vissza lehet menni, menteni egyet. Én most akkor végül csak azt fogom megcsinálni, amelyiket eredetileg is terveztem. De akkor... Nézzük csak meg ezeket az egészet. Gauntlet of Strength. Divine Air Severance. Akkor kettő már kinyílt most. Akkor szerintem ezeket meg is csinálhatjuk majd. Ja igen, ez ugye a gyakorlás. Attack Power. A Dragon Flash-t akartam még nektek megmutatni. Ami a minimális rage-elést illeti. Én most már azon a ponton vagyok így a... Souls meg egyéb ilyen pályafutásnál, hogy szerintem bárki részéről kurvára elszentség azt mondani, hogy én nem szoktam rage-elni, én teljesen nyugodtan. Előbb-utóbb mindenkiből kijön az állat. Csak annyi, hogy én nem vagyok napraforgó. Tehát, hogy ott van például a Bika, vagy egy pár olyan boss, amit szarnak tartok, csak azért, mert mondjuk könnyebben le fogom tudni verni egy adott pillanatban, akkor hirtelen nem lesz a kedvencem meg ilyenek. Tehát gondolom értitek, hogy mit akarok mondani. Magyarán zero fucks given, nem bánok semmit. Na tehát itt most azt csinálod, miután mentettél, hogy felpusholod Cloudba a mentésedet, lenyomod az egyik adott endinget, megkapod a trofit, visszahúzod a mentést és megcsinálod újra. Mert itt most az következik, hogy három opció is elérhető lesz. Hogy odaadjuk Kurónak ugye a sárkánykönnyeit, simán. Odaadjuk neki az Everblossommal kombinálva, akkor ugye ember lesz belőle, halandó lesz belőle, de cserébe nekünk kell meghalnunk. Ugye a halhatatlan köteléknek a feloldása az ugye egy áldozatot követel, és a Purification esetében ezek mi leszünk azok. Ha pedig a Frozen Tears-el együtt adjuk oda, akkor Kurónak, ha én jól értettem korábban, akkor ugye a teste így meghal, de a tudata így átkerül abba a másik Divine Child-ba, aki egyfajta ilyen bölcsőként funkcionál, és akkor együtt útra kelünk, és gyakorlatilag az a true ending. Hogy nem az van, hogy így most vagy antagonizálva van ez a sárkány öröksége, hogy ez mindenféleképpen rossz, meg kell szakítani, vagy hú, föl kell használni hatalomra. Tehát, hogy ott a harmadik út is, hogy föl lehet használni helyesen. Na. Dragon Tears, Everblossom, Frozen Tears. Mi a Dragon's Homecoming endinget fogjuk csinálni. Mondjuk a Purification is jó ending, annak sincs abszolút egy ilyen sötét vonzata, mondjuk azzal se szakítod meg a kört éppenséggel. Mert előbb-utóbb a sárkány akkor majd kiválaszt, fingom nincs, hogy mi alapján egy újabb örököst. Tök mindegy, hogy a Severance-et csinálod, vagy a Purification-t. A kör így is úgy is folytatódik. A Shura az meg a legrosszabb ending az összes közül.
Senpu Temple felé megyünk. We must leave this place, my lord. Na, ha jól értelmeztem, akkor itt Kurónak a tudata az tovább fog élni. De a teste az meg akkor meghal. Lord Kuro, may you be at rest. Allow igen. Me to igen. Hold you in my heart. Konkrétan nem, konkrétan eltűnt szőröstül bőröstül. Két lélek lesz egy testben, az úgy érdekes. De szerintem ez a legszebb ending egyébként az összes közül. Everyone, it is time. I must. Most a többi Divine Child-tól búcsúzik. The journey to sever our ties with fate. A sárkányörökség helyes felhasználása az ott kezdődik, hogy kezdésnek vigyük vissza oda, ahonnan, ahol eredetileg is született, ugye a dög. Az pedig nyugat, vagyis hát igen, Japántól minden nyugatra van. I do. You have my thanks, Shinobi of the Dragon. Know that Kuro shares my joy. Let us depart to the west. Hát, valószínűleg akkor Kínába. Of the divine dragon. És ez az ending az egyetlen, ami úgy hagyja nyitva az egészet, hogy tudom, hogy Sekiro 2 nem lesz, csak hogy tényleg, hogyha esetleg azt vizsgáljuk meg, hogy esetleg, ha esetleg mégis lenne egy Sekiro 2, ez az egyetlen értelmes ending, ami így úgy hagyja nyitva az egészet, hogy nem az eredeti kör fog ismétlődni. Na de kitoltuk, és még hátra vannak akkor a Gauntlet of Strength-ek. Hát a Shura az itt nem jelent meg, ahhoz akkor valószínűleg a Shura ending fog kelleni, a Mortal Journeyhez meg ugye mind a hármat le kell nyomni. Mit akartam mondani? Hát akkor ezzel lényegében gyakorlatilag végigmentünk most az összes fromos címen, mindegyiket egy kicsikét felújítva, stb. Hát most egyelőre az a terv akkor, hanyadikát sírunk, feb, január 27. Hát kevesebb, mint egy hónap és jön az Elden. Megcsúsztam egy kicsikét ugye a videókkal ezért. Én a Nioh-s végigetszésben most már nem kezdenék bele, ugyanis azt eléggé komolyan akarom tolni, nem akarom elkapkodni részletesre, akarom stb. Párhuzamosan az Elden nem, meg nem fogom nyomni, tehát egyszerre ott csak egy dologra akarok figyelni, és tényleg ez a két dolog, ami most így a legmagasabb prioritásom pörög, szóval egészen addig, amíg ki nem jön az Elden Ring, akkor feltöltöm ezeket a vidiket, csinálok pár tutorialt még a Nioh 2-höz, azokat, amiket eredetileg is terveztem, utána meg majd meglátjuk, hogy hogyan állunk idővel. Ami a fromos címeket illeti a továbbiakban. Hát ugye most akkor végigmentünk az összesen így még egyszer. Ami a Dark Souls-okat illeti. Nyomjuk ki a cutscene-t, úgysem megyünk tovább most New Game Plus-ra. Szóval, ami a Souls-okat illeti, Demon Souls most egyelőre kipörgettük, majd valamikor a emulátorral, az OG-vel is fogok játszani majd PC-n, meg majd a későbbiekben még elő fogjuk venni, nyilván ugye ígértem. Another's Memory. Mimi. It's accompanied by a debt of gratitude to the one who took his arm. Grace him with the name Sekijo. Ki lehet ez? Nem hiszem, hogy ez a sculptor. Már a Sekijo azt tudom, hogy ő csak, hogy it's accompanied by a debt of gratitude to the one who took his arm. De! Ez a sculptor, bassza meg! Hogy nézünk ki. Fasza. Akkor most ezt használjuk egy kis ideig. Ja, még a Dragon Flash-t akartam nektek megmutatni. Ez ilyen.
Spirit Emblembe kerül és lehet charge-olni is. Ugye... Ez elég komoly és elég durva posture damage-et is csinál. Na szóval, arról akartam még beszélni, akkor majd innen fogjuk most folytatni ezzel a... Ezt a két elérhető Gauntlet of Strength-et, ezt még le fogjuk nyomni ennek a végigjátszásnak a keretébe. Aztán akkor Charmless-be gyorsan NG pluszon kipörgetem a surát, aztán meglátjuk, remélhetőleg unlockolódik, bár csak annak olvastam utána, hogy úgy emlékszem, hogy az kell hozzá. Aztán lenyomjuk azt is, Mortal Journey-t is, és akkor végeztünk. Tehát tényleg azok még akkor hátra is vannak, akkor még nem mondhatni, hogy végeztem. De mindegy, akkor elmondom most Soulsok terén, akkor ugye... Hát egyelőre most nincsen tervben semmi, ugye majd ilyesmi pótlásnak ugye jön majd az Elden. Meg már így páron kérdezgettétek a modokat, de most nem akarok geci lenni és azt mondani, hogy soha nem fogok vele játszani. Abszolút, ez hazugság lenne, mert van, ami érdekel. De most jelenleg így, hogy vannak más nagyobb projektek is, tehát tényleg jön az Elden Ring, akkor a Nioh 1-ből meg a 2-ből is akarok egy nagyon komoly végigjátszást. Meg úgy menet közben most a Bloodborne-hoz is megjött újabban a kedvem, így, hogy a Lord már kitárgyaltuk. Van egy-két különcebb fegyver, amivel végig szeretném vinni a játékot, a Stake Driver az egyik mindenféleképpen. És már tényleg ott inkább csak pure game mechanikákról szól az egész, meg minden azóta, meg még inkább okosodtam, még kicsikét gemek terén is, meg minden, szóval az is lesz majd. Dark Souls-ok terén meg most csak annyi, hogy jelenleg nem igazán érzem azt, hogy egy többszörösen kijátszott játékról kéne még ilyen 20-szoros meg 30-szoros bört lehúzni, csak azért, mert most random föl vannak cserélve az ellenfelek, meg ilyesmi. De ettől függetlenül, hogyha lesz majd időm, fogok majd modolni. Van egy, amit már nagyon-nagyon régóta tervezek, de még ugye nem jött ki. Arra keressetek rá, hogyha valaki még nem hallott róla, hogy Dark Souls 2 Flames of Old. Egy Stayed nevezetű srác, STAYD, így hívják. Keressetek rá Twitteren a munkásságára. Fog egy olyan modot csinálni, ami konkrétan visszahozza a Dark 2-höz az alfa demós grafikát. Van is róla egyébként egy interjú font YouTube-on a Sunlight Blade csatornája, hogy Interview with the guy who tries to fix Dark Souls 2, és mielőtt bárki kérdezni, hogy a Dark 2-nek mi baja van, nem kell rajta fixálni semmit, csak azt tudom mondani, hogy nézzétek meg ennek a srácnak a munkásságát, meg nézzétek meg az összehasonlító videót a Dark 2-ről, hogy Before After azért elég nagy downgrade-et kapott, és az a mod érdekelne. Meg most ugye jön ki ez a rajongói folytatásos Nightfall-os cucc, meg vannak ott még azért népszerűbb cuccok, mint a Convergence, Cinders, meg ezek. Az Ascended az nem érdekel, mert láttam belőle cuccokat már, és egy enyhén szólva elgurult a gyógyszer az embernek, és nem vagyok a híve annak, hogy azért kéne nehéznek lennie a játéknak, mert mindennek a damage-e föl van skálázva 20-szorosra, ha lefújnak tűzzel, akkor egybe bebleedelősz, meg befrottozósz, tehát egy inkonzisztens szarhalmaznak gondolom az egészet, szóval az ki fog maradni, de biztos, hogy lesz még egy pár, amit tudok majd tolni. De most egyelőre ennyit szerettem volna. Akkor köszi szépen, hogy végignéztétek az alap végigjátszást, és akkor a kövi részbe találkozunk a Gauntlet of Strength-ekkel. Lenyomjuk ezt a kettőt, és akkor utána meg majd off-kamerába elmegyek a suráig, és majd lenyomjuk a maradék másik kettőt. Tehát abból igazság szerint semmit nem fogtuk észrevenni, max az, hogy pár nap késés lesz, vagy ilyesmi. Na mindegy, most ennyit akartam. Köszi, hogy néztetek, sziasztok!